Mindenképpen szeretnék pár szót, pár percet szánni erre a viszonylag újabb tulajdonságára, lehetőségre a Google Classroom-ban. Ez a rubrikának magyarosított, nem túl szerencsés megoldással, gyakorlatilag egy értékelési rendszer. Amikor kiadunk egy feladatot, például mondjuk itt az esszé vagy fogalmazásírást nevezhetjük ennek, akkor megfogalmazhatjuk, hogy milyen elvárásokat támasztunk a diákokkal szemben az értékelés során. Tehát kattintsunk a rubrika opcióra, és mivel még nincsen kész, nem tudok újból felhasználni már korábban a alkalmazott értékelési rendszert, azért a rubrika létrehozására kattintunk. És azt látjuk, hogy itt gyakorlatilag meg lehet adni, hogy mi alapján fogunk pontozni. Például legyen a feltétel címe az, hogy helyes írás. És akkor megfogalmazhatom, hogy súlyos helyesírási hibák nem fordulnak elő, és akkor mondjuk ez ér, tegyük fel, hogy 3 pontot. Akkor amennyiben első szint, szeretném ezt tovább pontani, akkor bocsánatot kérek, ezt rossz helyre írtam. Tehát az első szint az, hogy súlyos helyesírási hibák nem fordulnak elő. Szuper. A következő szint, mondjuk ez 2 pontos lesz. És azt írom, hogy második szint. Mondjuk max 3 súlyos helyesírási hiba fordul elő, és ezek 2 pontot ér, adok hozzá még egy szintet, ez lesz a 3-as szint, bocsánat. Egy pont. És harmadik szint, több mint 3 súlyos helyesírási hiba fordul elő. No, tehát amennyiben ezt kimaxolja, akkor 3 pontot kap a helyesírása miatt, és akkor így lebontjuk továbbra. További lépésekre, hogy mi mennyi pontot hozhat. A következő feltétel legyen mondjuk a szakszókincs. És mondjuk erre is adjunk, mondjuk erre adjunk 2 pontot, most egyszerűsítsünk, ugye 5 pontra akarjuk kihozni az egészet. Nyilván ezt sokféleképpen lehet bontani. Első szint, itt biztos, hogy nagyon kreatív elnevezéseket lehet adni, mint például sasmadár, kolibri, meg ilyeneket is, de most maradjunk a földhöz ragadt a megoldásoknál. Legalább mondjuk 5 szakszót használ. Ezért akkor 2 pontot, hogyha második szintnél legalább 2 szakszót használ, és nyilván akkor a harmadik szint az egy 0 pont, hogy nem használ, vagy maximum 1 szakszót használ.
tavasznál. Nos, és láthatjuk itt az összpontszám az 5, és a diák, amikor elkészíti a fogalmazást, hogy bármifajta beadandó munkát, akkor így pontosan látni fogja, hogy mire kap pontot, mennyi pontot kap, hogy körülbelül ez, amit ő megcsinált, mit hoz a konyhára. Nyilván itt több feltételt hozzá lehet adni, egy komplett érettségi pontozást meg lehet itt fogalmazni a diákok számára, és ugye ezeket újra és újra fel lehet használni, tehát nekünk elég egyszer elkészíteni mondjuk egy érettségi esszénél, vagy egy szakmai feladatnál egy ilyen pontozási rendszert, és akkor ezt újra és újra felhasználhatjuk, és a diák is egyébként tapasztalatot szerez abban, hogy mondjuk egy komoly vizsgahelyzetben, amikor dolgozik, akkor meg tudja majd, nagyobb valószínűséggel tudja jól megítélni, hogy milyen eredményességgel dolgozott a vizsgán. Nos, ezt akkor elmentem a jobb felső sarokban. Oké? Tehát itt van egy rubrikánk, és ezt el is mentem. Ezt már kiküldtem a diáknak, mert szeretném megmutatni, hogyan néz ki a diákok számára. Próbacsoport, ugye ez már a diák fiók, rákattintok, feladatok, és akkor itt látja a diák, hogy kapott egy feladatot, és a megtekintésénél ott van, hogy mit hogyan fognak értékelni, ki tudja bontani a feltételeket, szakszókincsnél is, hát látja, hogy pontosan milyen módon fogunk értékelni. Én ezt hasznosat találom, különösen önálló írásbeli munkák esetén nagyon nagy segítség lehet a mankó a diákoknak, ha tudják, hogy pontosan hogy történik majd az értékelés.